Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend esküvői külön kiadása. Műsorunk második részét látják, és hát itt most már mindenki poénkodik a stúdióban, hogy halljunk szót. Azt gondolom, hogy ezt a kis mondatot szinte mindenki ismeri, aki már járt igazi lakodalomban. Bodnár Zoltán vendégünk, aki ugye a tanársága mellett és a néptánc rejtelmeiben való tudorsága mellett magát a vőfészségnek gyakorlatilag szinte a nagymestere. Évek óta folytatod ezt a szakmát, lehet mondani, vagy hivatást? Tényleg, mi is a vőfészség, vagy a szokás? Nem is tudom, én is üdvözlöm a kedves nézőket. Ebben a pár percben, amit beszéltünk, hosszasan lehetne boncolgatni eme dolgot. Én magam úgy csöppentem a vőfékedésbe, hogy édesapám is volt néhányszor, nagybátyám többször. Akkoriban még azért régebben ez úgy működött, hogy a családból valaki éppen megcsinálta, és amikor már én főiskolás voltam, ráadásul már a Nyírségtánc együttesbe táncoltam, és édesapámat megkérték hasonlóképpen egy rokoni esküvőre, ó fiam, csináld te! És amikor az ember már megcsinált egyet, esetleg nem is rosszul, akkor terjedt a híre, és akkor így én is néhány esküvőt elvállaltam. Amíg még aktívan táncoltam a Nyírségbe, akkor azért az ember nem tudta előre elvállalni a nyári időpontokat, mert fesztivál, külföldi út, stb. Éppen közben jött, de amikor a Nyunyichoz kellett csatlakoznom, ez a Nyugdíjas Nyírségesek Klubja, Kulturális Szabadidő és Sportegyesület, egyre több esküvőt. Akkor már egyre duzzadtak ezek a szalagok, ugye? Így van, és hát van több bot is. Ezt azért hadd mondjam el, mert ez egy különleges bot, annó annak idején, nem tudom merre mutassam, még gravírozva egy művészeti szakközépiskolás zenész osztálytól kaptam ballagásra. Zoli bácsi, tessék várni, mert nem lehet csak úgy menni, hanem a vőfébotot és egy hímzett mellényt kaptam, és az osztály népsora volt rajta az első szalag. Hát azóta már vagy 3-4 gyereknek voltam vőféje is, ebből az osztályból is. Gyakorlatilag ugye ez végül is lehet, hogy apáról fiúra szállt ez a mesterség, főleg, hogyha ugyanolyan jól beszélt a fiú, mint ahogy annak idején mondjuk az édesapja tette. Ma elsősorban olyan esküvőkre hívnak vőfét, ahol mondjuk a tradicionálisabb esküvőt szervezik, vagy inkább a lakodalmakba, vagy kellett egy picit modernizálódnod, és mondjuk akár ceremóniamesterést tudsz avanzsálódni. Hogy hol van a határ a vőfé és a ceremóniamester között, én azt hiszem, hogy nem igazán lehet éles határt találni, és kinek hol, kinek hogy nevezi eme dolgot. Maga a vőfély, amit még egy szakdolgozatomban is leírogattam, kutatgattam annak idején éveken keresztül, a Táncművészeti Főiskolán készítettem egy szakdolgozatot. Meg is mutatom, mert hogy elhoztad. Elhoztam, igen. A vőfély helye és szerepe a Palóc lakodalmi táncokban, ez volt a címe. Ratkó Lujza irányításával, Timár Sándor bírálta, és hát ez még szakdolgozat volt, nem pedig portfólió, ahogy nem portfólió, ez még azért szakdolgozat volt a Magyar Táncművészeti Főiskolán. És ebben is leírogattam, utána nézegettem, hogy 1390-es évek környékén Zsigmond király időszakában volt az első írásos forrás a vőféjről, a vőfele, a vőtársa, a vőt képviselő ember az esküvőn. És hát ugye ez évszázadokon keresztül ez a szokás a lakodalmakban, az esküvőkön megmaradt, irányítani, gardírozni kellett azért az esküvőn a násznépet, és hát itt fontos szerepe volt. Debrecenben tudom, hogy még vőfély C is üzemelt, mert hát ezt a mesterséget valamilyen szinten azért meg kellett tanulni, egyre jobban kellett csinálni, és természetesen akik talán a legjobbak vagy legkeresettebbek voltak, azok odafigyeltek a különböző dolgokra, a verstanulásra, a kommunikációra.
Hát nyilván modernizálódni kell, de egy-egy esküvőn, amikor szervezzük, vagy szervezik a fiatalok, vagy a család, anyuka, néha anyuka, apuka is nagyon aktívan benne van a szervezésben, egy irányvonalat elképzelnek, és az ő elképzelésük alapján megbeszéljük, hogy mit, hogyan és miként csináljon az ember. Hát én próbálom tanárember módjára ezeket az esküvőket azért kulturáltan levezetni, de természetesen ez személyfüggő, és hogy ki mennyi játékot, milyen dolgokat visz bele, ez már a saját egyéniségének a része. Na hát, Zorikám, az időnk elfogyott, de valami rigmus nélkül azért nem engedünk el, amit mondjuk. Jaj. Amit mondjuk, tényleg a 18-as karika, hát azért ne tegyük ki, de valami olyan kellemes, amit szeretnek a népek. Hát, mondjuk egy tánc előtt mit szoktál mondani? Lehet is. Hát a mennyasszony tánc előtt verset akkor, hogy ím itt áll előttünk az ékes szép mennyasszony, hogy egy gyönyörű ruhában utoljára táncoljon, és minden vendégének egy táncot juttasson. Táncoljon hát véle mindenki egy kurtát, de vigyázzanak, le ne tapossák a cipője sarkát, mert gondoljanak arra, hogy igencsak drágáért varták, mondjuk Lombardiában a milánói vargák. Éppen ezért tömje meg jól mindenki bankóval a sarkát. Én kezdem a táncot, a többi még ráér, húzz rá zenész, húzz rá az új párért. Szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, száz aranyét nem adnám, száz aranyét nem adnám. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, száz aranyét nem adnám, száz aranyét nem adnám. Az én babám, az én babám, a falu legszebb lánya. Hogy ne volna, hisz én vagyok a apánya. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, száz aranyét nem adnám, száz aranyét nem adnám. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének, túlságosan giztam, lóvíjam egy istam. Hosszú fekete haj, sukár ez a csaj. Túlságosan giztam, lóvíjam egy istam. Olyan kemelós a barátom, olyan sok a csávú belátom. Olyan kemelós a csávú, minden csajnál lát. Mind részegek vagyunk.
Csinálom a kedvet, csinálom a kedvet, jól érzem magam. Mi is részeg, te is részeg, mind részegek vagyunk. A babám a szeme, a kicsi szeme, csak rám néz most. Hosszú fekete haj, sukár ez a csaj, túlságosan néztem, lóvíja meg. Hölgyeim és uraim, hát ma este a Talpalával út a Night Band szolgáltatta. Szeretettel köszöntelek titeket, Tóth Zoltán és Tóthné Kertész Emőke. Hát azon gondolkodtam, hogy mi is volt hamarabb, a tyúk vagy a tojás, a szerelem, vagy ez a band, amelyet egyeti már több mint 10 éve együtt zenéltek. Hogy volt ez? Szerintem a lányok jobban emlékeznek a szerelmi sztorira. Talán igen. Igen, tehát szokták mondani, hogy nincsenek véletlenek. Van egy közös ismerősünk, aki régen Zoli-nak volt a munkatársa, de ugye ő már nem dolgozott ott, és mi ismertük egymást, mert én már akkor ide jártam Nyíregyházára a főiskolára, és jártam ki zenélni Ibrányba, és így elhívta Zoli zenélni, hogy esetleg tudná vele menni, csak ő nem ért rá, és engem küldött maga helyett, és így történt ez. Szóval jó választásnak bizonyult. Aztán annyira összeszokott páros lettetek, hogy ezt megpecsételtétek egy esküvővel. És ki zenélt a ti esküvői bulitokon? Hát egy régi barátom, egy régi ismerősöm, mint több 10 évvel ezelőttről ismerem. És hát őt kértük fel, az ő zenekarát, ők zenéltek a mi esküvőnkön. Kibírtad, hogy nem álltál, vagy odálltál a szintetizátor mögé? Nem, és nem is volt szándékomban. Egyedül a meglepetés volt a közös táncunk, azt közösen énekeltük, egy duettet énekeltünk a Nász népnek. Na, mennyit változott az ízlés, meg a mennyasszonyok vőlegények kérése mondjuk az elmúlt 10 esztendő alatt? Erről szerintem te jobban tudsz beszélni. Szerintem meg nagyon sokat változott, így az egész trend, ha lehet ezt trendnek nevezni. Hát igazából mostan mi egyébként jobban szeretjük az olyan esküvőket, ahol vegyesen, tehát változatosabb zenéket lehet játszani, nem csak egyfajtát és abból nagyon sokat, mert az egy idő után unalmassá válik és monotonná. De a mostanság igazából szerintem jobban képbe kerültek a mostani, mai slágerek, amit ugyanúgy kérnek tőlünk, mint alkalmattan a rádióból, vagy bárhonnan, tehát igyekszünk mi is ezeknek a trendeknek megfelelni. Nem csak magyar slágerekre gondoltak, így van, nem csak magyar, külföldi és magyar slágereket egyaránt, amik így bekerülnek, és a slágerlista élén helyezkednek el, azokat általában mi is meg szoktuk tanulni, de ugyanakkor nem zárkozunk el a mulatos zenétől sem, tehát az is benne van a repertoárunkban, és nagyon szívesen játszunk mulatos zenét is. Még egyszer hangsúlyozom, azt szeretjük, ha változatos, tehát ha mind a kettőből van, és szerintem az a legszerencsésebb a Nász nép szempontjából is, mert több korosztály tevődik össze, és a fiatalabbak inkább a mostani modernebb zenéket, illetve van, aki a mulatos, de az idősebb korosztály nyilván mindenképp inkább a mulatos zenét. Azért akkor folyamatosan ugye szoftvert kell frissíteni saját magatokban. Vannak olyan zenék, amit tényleg akkor is énekelni kell, hogyha igazán nem annyira kedvelitek, vagy azért ilyenkor egy énekes, egy zenész nem teheti meg azt, hogy a saját ízlése szerint énekeljen? Hát igen, tehát hogy igazából itt tényleg azt kell nézni, hogy mi az, amit szeretne az az ember, akiért ott vagyunk aznap, hogyha mondjuk egy esküvőről beszélünk, ugye. Nyilván vannak nekünk is személyes kedvenceink, hogyha esetleg a Zoli mondja, hogy akkor most milyen számot, vagy ha esetleg nekem nincs ötletem, hogy akkor mi, akkor ő mond egyet, akkor van, hogy jó, legyen az. De van a szituációk, amikor nem feltétlenül azt a kedvenzenénket játsszuk, de egyébként én azt gondolom, hogy én is, meg párom is mindennevők vagyunk így a zenében, tehát én is nagyon sokféle zenét szeretek és meghallgatok, és visszatérve a mondatodra, tényleg így van, hogy nem mindig a kedvencéket játsszuk, de ezt ugyanolyan jó szívvel lejátsszuk, mint bármelyik másik és számot. Mi szól az élő zene mellett? Hát ugye egy jó kis mixel már szinte bármit meg lehet, egy akár több órás zenei anyagot is fel lehet venni, de azért mégis sokan azt mondják, hogy hát azért egészen más, amikor zenekar vagy zenészek zenélnek. Hát szerintem nyilván most mindig meg lesz az a réteg, aki mondjuk esetleg 5-6 fő zenekart szeretne, meg lesz az a réteg, aki azt mondja, hogy ő DJ-t szeretne, és továbbra is szerintem a jövendő
tehát az elkövetkezendő években is meg lesz az a réteg, aki mondjuk szeretne mondjuk az ismertebb számokat esetleg mondjuk a mi tolmácsolásunkban hallgatni, mert jól esik neki hallgatni. Volt is olyan pár, aki azt mondta, hogy sokkal jobban szerette például egy-egy számot, ahogy mi énekeljük, úgyhogy hát szerintem mégis nyilván mindenki eldönti, hogy mit szeretne az esküvőjén, és hát mi igyekszünk teljesíteni azt. És ugye nem csak esküvőkön, most nyilván nem arra gondolok, hogy válópereken azért nem szoktatok énekelni, de mindenféle rendezvényeken fellépek. Mindenféle rendezvény, tehát bálok, most ugye a farsangi szezonban vagyunk még, bálokat is szoktunk vállalni, illetve vannak olyan felkérések, ami egyszerű, hát születésnapok, más, tehát mindenféle rendezvényeken szoktunk zenélni. Azért az jutott eszembe, hogy hála a tradicionális magyar pálinkáknak, szinte minden buliban eljön az a időszak, amikor azért a hosszú fekete haj és a kék a szeme is elcsattan. Úgyhogy gondolom, hogy azért ebben nektek is van részetek. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és köszönjük. Ilyen fantasztikus hangulatot teremtettetek itt köszönjük a weekendben. Köszönjük szépen. Kedves nézők, nem tudom, hogy disznótoros vacsora mennyire klasszikus esküvői vacsora, vagy egyáltalán szokott-e mondjuk toroskáposzta az ünnepi asztalra kerülni. Minden esetre most akár ezt is megtudhatjuk Kovács Lajos úrtól, Nagyecset polgármesterétől. Jó estét! Szia! Jó estét kívánok, szervusz! Ugye a lápi disznótorosról fogunk hamarosan beszélgetni, de hát mivel klasszikusan most mégiscsak az esküvő volt a mai műsorunk témája, azon gondolkodtam, hogy vajon Nagyecseden mennyire tartanak még tradicionális esküvőket, akár mondjuk egy igazi sátras lagzit. Én azt gondolom, hogy reneszánszát éli ez a fajta esküvői mód mostanság. Maga az esküvő is, azt gondolom. Nekem is éppen feltűnt a napokban, hogy milyen sokan jelentkeznek be esküvőt kötni, és jellemzően azért mindenki még ott nálunk is, a mi vidékünkön az esküvőt azt a nagy lagzihoz köti, és hát komoly partikat szerveznek. A művelődési házunk, iskola, aula, stb. Rendszerint előre lefoglalva, és hála jó Istennek, én azt gondolom, hogy ez egy szép szokás, és nem intézik el azzal, hogy összeírják magukat, hanem lagzit is tartanak a fiatalok. Maga az, hogy mennyire jellemző a disznótoros, az én azt gondolom, hogy nyilván a szervező válogatja, de én abszolút el tudom képzelni az esküvőnek az egyik menüjének, vagy kóstolójának akár a disznótorost is. És hát éppen beszélgettünk itt a műsor előtt, hogy valóban az is fellelhető, hogy a tradicionális esküvői módozatokat is csinálják, a vőfélyes és valóban is átras lagzi is volt, nem is olyan nagyon régen Nagyecseden. Hát az viszont biztos, hogy disznóhús szinte mindig kerül ugye az esküvői asztalra is, ha csak nem vegetáriánus az ifjú pár, de hát ilyenkor azért nagyon sokan a násznépre gondolnak elsősorban, és ugye az ő ízlésüknek is meg kell felelni. Nos, hát akkor ugorjunk ugye arra az eseményre, amelyre invitáljuk most a kedves nézőket, ez pedig a 11. alkalommal megrendezett lápi disznótoros fesztivál. Mi a titka, vagy mi a sikere annak, hogy évről évre gyakorlatilag vágyják ezt a rendezvényt, és tényleg egy szép hagyomány? Én azt gondolom, a titka talán az, hogy mi ezt egy családi, baráti hangulatú fesztiválnak, rendezvénynek tartjuk. Véletlenül is sem engednénk azt, hogy ez valamilyen fajta üzleti vállalkozássá nője ki magát. Jellemzően 14-18 csapat méretteti meg magát, és ezek a csapatok is igazából baráti társaságoknak nevezhetőek, bár az utóbbi években a környező településekről, sőt most már határon túlról is, Ukrajnából, Romániából érkeznek hozzánk csapatok, testvértelepüléseink, és mutatják meg, hogy náluk hogy készül a disznó feldolgozása. De mégis azt gondolom, hogy egy ilyen jó baráti partinak lehet nevezni ezt a fajta rendezvényt, és hát kora reggeltől késő délutánig én azt gondolom, hogy aki oda látogat, mindenki megtalálja a maga szája ízlése szerint valót, és hát mivel fesztivál,
jellegű, nem nevezném klasszikusan a fesztiválnak, de azért mindig gondoskodunk arról, hogy valamilyen fajta vendég is szórakoztassa az odalévőket, és a disznótoros klasszikus fogásain túl egy kis szórakoztató programmal is kedveskedünk az odalátogatóknak. Na hát akkor pontosítsunk, mikor, hol és hová kell mennünk, hogy mindenben legyen részünk. Nagyon egyszerű a történet, reggel 6 órakor kezdődik a program. Ugye hát a fogópálinka az nem maradhat el, 6 órától gyülekezünk, és fél héttől kezdődnek meg, tulajdonképpen klasszikusan a disznószúrás fél héttől kezdődik, majd 8.30-tól már hagymás vért kóstolhat mindenki frissen, aki szereti ezt a fajta étket, és 10 órától tartunk egy protokoláris hivatalos megnyitót, rendezvény megnyitót egy sátorba, van egy felállított kis rendezvénysátrunk, ott hivatalosan megnyitjuk a rendezvényt, és onnantól kezdve pedig mindenki végig járhatja a csapatok által felállított kis enteriőrt, azon túlmenően, hogy látja a feldolgozás módját, természetesen kóstolhat is folyamatában a készülő finomságokból. Az idén különösen szeretnénk arra figyelni, hogy biztosítsunk arra lehetőséget, hogy mindenki tudjon kóstolni, és mindenki tudjon vásárolni. Meg kell mondani őszintén, hogy a korábbi években ez jellemzően előfordult, hogy ha valaki főleg később érkezett már, nem akkor addigra mind... Nem, a füle? Igen, szó szerint, sőt, már se füle, se farka nem volt a finomságoknak, ezért most erre külön gondot szeretnénk fordítani, és egy olyan standot biztosítani, ahol a ott készült étkekből garantáltan mindenki hozzájuthat az ételhez. És hát, ahogy a szórakozásról beszéltünk, egy órakor szoktuk, délután egy órakor, 13 órakor szoktunk egy ilyenfajta szórakozó programot, szórakoztató programot mindig beiktatni, és ez most a mostani alkalommal, február 17-e, a mostani alkalommal a Bódi Csabi fog fellépni. Hát ugye ő otthon van, hiszen a Bódi Guszti és a családja ennek az egyik oszlopos feltörekvő tagja, és most őt hívtuk haza, ő fogja szórakoztatni az odalátogatókat. Hát akkor jó mulatást és jó étvágyat. Köszönjük szépen. Mindehez, és köszönjük szépen, polgármester úr, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad nekünk. Mi pedig, kedves nézők, folytatjuk, mégpedig egy kis lelki táplálékkal, színházi műsorokkal. Hölgyeim és uraim, végezetül egy kis színház. A Tokaj Fesztivál Katlan ügyvezetőjét, Fintor Gábort köszöntöm. Jó estét, szia Gábor! Jó estét kívánok, szervusz! Nagyon így lesz egyébként a díszletbe, tehát akár vőlegényként is köszönhetnék. Nem tudom, egyébként a Valentin nap, ami közeleg, az te hogyan töltöd? Félig meddig munkával, hisz Budapesten az arénában Emily Sunday koncert lesz, és a barátnőmmel oda fogunk látogatni, és a Fesztiválkatlan Kft. Tulajdonosai, a Broadway szervezi ezt a fantasztikus koncertet, úgyhogy itt fogom megünnepelni tulajdonképpen. És egy picit lehet, hogy már ellopsz egy-két ötletet majd egy olyan következő programhoz, amelynek mondjuk akár a Tokaji Fesztiválkatlan lesz a helyszíne, de most egy picit akkor a színházra koncentráljunk. Nemrégiben azt hiszem, hogy akkor is éppen a színház volt terítéken, ugye a Paulai Ede színházról beszélünk Tokajban. Hogyan telt az őszi szezon, mi minden történt, és hogyan várjátok a tavaszt? Ugye az első alkalommal indítottuk útjára a Paulai Ede színházban a Fesztiválkatlan Kft. Által szervezett programokat, és összességében kiválóra értékelhetjük. 3 fantasztikus előadásunk volt, többek között legutóbb a Pócékes Teltházas Miniszter Félrelép című vígjáték, parádés szereposztásban Kesztesi Károllyal, Kis Ramónával, Beleznai Endrével, szóval lehetne még sorolni a neveket. És holnap, február 10-én is lesz egy előadásunk, amely szintén teltházas, a Folyón túl Itália, Szabó Kimmel Tamás játssza a főszerepet. Tehát összességében elégedettek vagyunk az őszi évaddal, hisz gyermekelőadásaink is voltak, ezeket is fontos kiemelni, hisz tulajdonképpen a környékbeli települések általános iskoláiból, óvodáiból szólítottuk meg a gyermekeket, és nekik nyújtottunk, biztosítottunk kulturális programokat. Mondhatni, hogy hiánypótlóak voltak ezek a rendezvények Tokajban? Én azt gondolom, hogy igen, hisz a Paulai Ede Színházban egy jó ideje már nem volt olyan kulturális, kiemelkedő kulturális esemény, amely úgymond megmozgatta volna a térséget, de most azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy igenis igény van a kultúrára, tehát nem csak a nyári időszakban, a Fesztiválkatlanban szervezünk úgymond nagy kiemelkedő
programokat, minőségi programokat, hanem télen, ősszel és tavasszal is most már a Paula Éle Színházban az önkormányzattal való együttműködés keretében. Lesz olyan időszak, amikor átfedések lesznek a fesztiválkatlan és a színházi programok között? Egyébként igen, mert egy újdonságunk lesz az idei nyáron 2018-ban, hogy nem csak a Katlanban, hanem a Paula Éle Színházban is fogunk szervezni programokat. Tehát ezáltal tulajdonképpen egész évben szervezünk majd a Paula Éle Színházban is eseményeket, programokat. Március 23-án lesz az első tavaszi előadás, az Édes Alkony című zenés vígjáték. Ezt követi majd április 22-én vasárnap az Ankónai Szerelmesek, Fésűs Nelli, Balogh Gábor, Dósa Mátyás, tehát azt hiszem, hogy ez is egy igazán figyelemre méltó program. Valamint május 4-én, hát hogyha végjátékok között lehetne sorrendet felállítani, szerintem akkor első helyem szerepelne a Család ellen nincs orvosság című darab, ez majd a Vidám színpadtól, társulattól látható, tehát május 4-én. Ez a három előadás lesz a tavaszi évadban, és ezt követően kezdődik majd május végén a Fesztiválkatlan 2018-as szezonja. Ahogy itt soroltad a darabokat, egyébként itt Nyíregyházán például az Ankónai Szerelmesek annak idején ugye hihetetlen népszerűségnek körvendett, teltházakkal játszották hosszú éveken keresztül, és még hosszú évek játéka után is alig lehetett jegyet kapni. Szerintem azok, akik látták akár a nyíregyházi előadást, szintén kíváncsiak, mert egy másik szereposztásban, újra gondolva más feldolgozásban, és ugye ezekkel a klasszikus örökzöld dallamokkal mindenképpen egy feledhetetlen estének ígérkezik. Gondolom, hogy szándékos az a fajta műsorválasztásotok, hogy inkább a könnyedebb, a vidám műfaj felé orientáljátok a nézőket. Igen, abszolút, és ez is, amit az első részben mondtál, teljes mértékben igaz, hogy az Ankónai Szerelmeseket is céltudatosan választottuk, hiszen ez a Veresegy Színház társulattól látható majd, az ő saját produkciójukban egy kicsit másabb lesz, mint ami itt Nyíregyházán volt látható, de hatalmas sikernek örvendett, ez így van, úgyhogy mi is ezért választottuk. Milyenek egyébként a nézői visszajelzések? Mert hát azért most már túl vagytok az őszi évadon. Van valamiféle konkrét visszajelzési lehetőség? Akár egy ilyen füzet vagy könyv, amiben beleírják a nézők? A közösségi médián keresztül folyamatosak a visszajelzések, de hál' Istennek személyes tapasztalat is van. Tehát amikor személyesen odajönnek előadás közben, a szünetben, illetve után, vagy éppen megkeresnek, tényleg nagyon örülünk azoknak a visszajelzéseknek, amiket kapunk, mert ezek nagyon pozitívak. De hát Tokaj ugye egy igazi kulturális főváros, mondhatni, és Nyíregyháza Tokajjal abszolút összekapcsolódik már csak a kerékpárút miatt is, úgyhogy érdemes egyébként is fellátogatni Tokajt a kirándulás szempontjából, a jó borok, színes kultúra, tehát azt gondolom, hogy ezek mellé próbáljuk a minőséget, a minőségi programokat garantálni. Így van, eszembe jutott az, hogy akár még így télvíz idején is át lehet simán biciklizni, ugye most azért elég enyhe a tél, kicsit ilyen mediterrán hangulata van az embernek egy-egy téli napon, bár mondjuk egy kerékpár túra után színházba beülni az nem biztos, hogy stílusos, tehát érdemes azért... De egy hosszú hétvégével esetleg összekötni, pincelátogatással, halászlével és egyebekkel, ott alvással, este egy kulturális eseménnyel, azt gondolom, hogy ez egy jó csomag lehet, és ott a Bormúzeum, több nevezetesség, tehát igazán nem fognak unatkozni, akik Tokajba látogatnak. Gábor, csak egy gondolat erejéig, most ebben a műsorban nem fér már bele, hogy a Fesztiválkatlan programjait firtassuk. Esetleg a weboldalon lehet-e valamit tudni, jegyeket előre lefoglalni? Igen, én arra buzdítom a közönséget, a nézőket, hogy a Fesztiválkatlan oldalára, a fesztiválkatlan.hu oldalra látogassanak el, és ott tavaszi előadásokat is meg lehet tekinteni, illetve egy hónapon belül pedig már a Fesztiválkatlan
2018-as programjait is. Hát köszönjük szépen, hogy itt jártál. Jó mulatást majd Valentin napra. Köszönöm. A kedves nézőknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy sok fiatal házasodni kívánó párnak adtunk jó ötleteket, és ellestek egy pár fortélyt a mai adásban, úgyhogy nekik kívánunk jó készülődést majd erre az örömteli időszakra. Kellemes hétvégét valamennyiüknek, és találkozunk a jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Viszontlátásra!